Kígyózó sorok a szakadó esőben Londonban. Több ezren várakoztak tavaly az országgyűlési választás napján arra, hogy szavazhassanak. Akkor több mint 11 ezren jelentkeztek át a brit fővárosba. Ezt minden olyan magyarnak is meg kell tennie, aki úgy él külföldön, hogy nem szüntette meg a magyarországi lakcímét. Eddig a májusi európai parlamenti választásra is Londonba jelentkeztek át a legtöbben, 1231-en. A brit fővárost Brüsszel követik 945 fővel, majd jön München 772-vel. Eddig összesen 13.483-an kérték, hogy Magyarországon kívül szavazhassanak. A sorok Budapesten is szinte megszokottá váltak a szavazásokkor. A választási iroda elnöke híradón kérdésére azt mondta, hogy igyekeztek javítani a korábbi hibákon. Ahol probléma volt és sorban állás volt, ott most sokkal nagyobb termet bérelnek ki, és ez lehetővé teszi, hogy a névjegyzéket ABC alapján többfelé bontsák, és sok-sok sor álljon. Az EP választást május 26-án tartják. Aki nem a lakóhelyén akar szavazni, az külföldi névjegyzékbe vételét május 17-ig kérheti. Magyarországon belül pedig május 22-én délután 4 óráig jelentkezhet át. Május 26-án a szavazóhelyiségek reggel 6 órakor nyitnak ki, és este 7-kor zárnak. Viszont nem lehet nyilvánosságra hozni eredményt egészen 23 óráig. Méteres papírgurigák, megállás nélkül dolgozó nyomtatók és hatalmas vágógépek. Így készülnek a szavazólapok ebben a budapesti nyomdában. Csak papírból összesen 81 tonnát fognak felhasználni. Ebben a 81 tonna biztonsági papírban egyedi vízjelet helyeztünk el, amelyet, hogyha fény felé tartja a polgár a szavazó lapját, akkor jól láthatóan Magyarország címere jelenik meg. A szavazóhelyiségekbe küldenek 102 kilométernyi nemzeti színű szalagot, 154 ezer tollat, 8 millió 400 ezer borítékot, 23 ezer plakátot, és a 109 ezer első szavazó pedig ilyen nemzeti színű és uniós zászlóval ellátott karszalagot fog kapni. A szavazólapokon a pártok logói alatt a listájuk első 5 helyezettjének a nevét is feltüntetik. Az idei Európa parlamenti választás szavazólapja 42 cm x 20 cm-es lesz, 9 párt listájára lehet szavazni. Ennek a sorrendjét korábban sorsolással döntötték el. A mögöttem látható gépek percenként 350 méternyi szavazólapot tudnak nyomtatni, és 9 napig fognak működni. Több mint 8 millió szavazólapot kell legyártaniuk a május 26-ai Európa parlamenti választásra. Tárkányi Zsolt, RTL Híradó, Budapest.